Hát úgy gondoltuk. Nyíregyházán vagyunk kint a Városi Stadionban, ott a háttérben éppen egy gép dolgozik. Meg kellene tudnunk, hogy mi ez a különleges masina, miért van itt és mit csinál. Úgy gondoltuk, mivel a DVSC idején játszani BS-rejtező mérkőzést, és a Debrecen csapata megszokta már a mi technológiánkat, azt a pályát, amivel mi készítjük elő, azt a pálya lazaságot, keménységet, tehát azt úgy gondoltuk, hogy most ebben segítünk Nyíregyházának, és egyszerű alkalommal előkészítjük ezt a pályát olyanná, amilyen Debrecenben is, illetve a világ nagy klubjainál. Ez a gép ez mindent tud önmagába, csak attól függ, hogy milyen adaptert teszünk hozzá. Jelen pillanatban lazítja a talajt, szellőzteti és elegyengeti a talajt. A következő hétre olyan differenciát fogunk látni, hogy meg fog mindenki lepődni, hogy ezzel a géppel csodát tettünk ezen a pályán. Mi ez a differencia? Mert most azt látom, hogy ott ilyen kis késecskék ott jönnek-mennek, szép körbe-körbe. Azt látom, hogy más színű lesz a gép. Ugye a csíkban lehet látni, hogy sötétedik, de mi történik valójában? Magyarországon az a betegség, hogy legtöbb helyen a futballpályát hengerlik, vágják és locsolják. Most rámennek ezek az istentelen nagy súlyú hengerek, ezek összetömörítik. Ezt úgy lehet elképzelni, akár betonkeménységűre is, ugye? Úgy lehet elképzelni, most önnek a levegő felét elzárom, és akkor hogy érzi magát? Tehát a fű se tud úgy fejlődni, a talaj is összetömörül, kemény talajon játszanak a játékosok. Ez 15 centi mélyen lemegy a talajba, lukat csinál, meglazítja, ha most jön egy nagy eső holnap, akkor nem fog semmit látni, mert az összes vizet elvezeti, ugyanakkor előtte, mögötte van egy olyan technológia, ami el is egyengeti ezt a talajt, tehát semmiféle göröngyös dolog nem történik. Ez UEFA előírás, vagy FIFA előírás, vagy ez egy teljesen komfortbeli különbség? Tehát ez az, hogy szabadon választod, ki milyen keménységű pályán játszik? Ha hiszi, hanem az UEFA előírta, hogy hogy kérje a pályának az előkészítését. Jelen pillanatban nagyon odafigyelnek, de az ebéd nem tudom, hogy nézte, vagy valaki, hogy aki nézi. Ugyanezzel a géppel, mikor nagy eső esett, a kisebb változatával, mert nagyobb teljesítmény, a kisebb változatával tüntették el, aztán Ukrajna vagy Lengyelország volt, mikor megázott a talaja, és ezzel tüntették el a vizet. És ez a pálya ugyanezt tudja, de még egyszer mondom, az UEFA odafigyel most már, hogy van a pálya csíkozva. Mérkőzés napján délőtt, hogyha kijön, akkor azt is látja, hozom a másik adaptert, ami csíkozni fogja keresztbe a pályát, amit látnak a nézők nagy mérkőzéseken. Ez nekem mindig örök rejtély volt, hogy ez hogy történik. Ugye az ember lát kockásat, hosszában csíkosat, most... mindenféle fajta formát, világosabb foltok, sötétebb foltok, gyönyörű derékszögben elvágva. Én mindig azt hittem, megmondom őszintén, hogy különböző fűtípusokat, nem. Vagy különböző sűrűségre ültetik a füvet. De akkor ezek szerint ezt egy gépnek a... Ez egy speciális gép. Most azt nem árulnám el, ha mérkőzés napján 11 óra körül kijön ide, 11 és 12 óra között, akkor meglátja azt a gépet, ami csíkozni fogja a pályát, ugyanakkor nagyon jó talajszintet fog az is előkészíteni. Tehát nem csak csíkoz az a pálya, három funkciót végez, de én azt javasolnám, azt is nézzük majd meg, tehát előre nem árulnám el. Lehet arra számítani, hogy ez a pálya maga csak a gyep része ugyanúgy fog kinézni, mint a Debreceni Stadion mintájában, hogy ez is egy kabala esetleg? Igen, azt akarom mondani, hogy az a célunk, elő fogjuk készíteni, most látok még itt ilyen gombákat, meg ilyen bizonyos ide nem való gyomokat, most ezt még gratis, ezt a vegyszerezést is meg fogom oldani, tehát ennek a két hét múlva a pályának úgy kell kinéznie, ez a cél. Akkor itt a nyíregyháziak is, a nyíregyházi focisták is nagyon nagyot nyernek ezzel a DVSC-s Bajnokok Ligája mérkőzéssel. Hát azt kell, hogy mondjam, ez a munkafázis, amit most végzünk, ez egy fél évig ezt a pályát szinten fogja tartani. Ezt most a jó kapcsolat évén megcsináljuk. Most két dolog van, vagy a Nyíregyháza beruház egy ilyen gépre, vagy a jó ügy működés reményére tovább fogjuk ezt folytatni. Legyen így. Így van.